Hatalmas eredményt értek el a Pécsi Tudományegyetem kutatói a szárszvírusok eredetkutatásban. A szakemberek az elmúlt 10 évben számtalan expedíción vettek részt a világ több pontján, hogy megértsék, honnan erednek, miként működnek, és hogyan előzhetők meg a különféle vírusjárványok. A vietnámi expedícióinknak köszönhetően olyan vírusokat találtunk, amik a SARS-1 és a SARS-2 koronavírusoknak viszonylag közeli rokonai. Ezért azt tudtuk megállapítani, hogy honnan is eredhetnek ezek a vírusok, a járványok. Ez valószínűleg Észak-Vietnám, Észak-Laosz, illetve Kínának a Yunnan tartományában vannak olyan vírusok ma is a természetben, amik nagyon hasonlóak a már ismert koronavírusokhoz. Ezt a kutatási eredményt a rangos Molecular Ecology folyóiratban nemrég publikálták. Az első expedíció 2014-ben vezette a kutatócsoportot Vietnámba, már akkor mintáztak különböző állatokat. Legutóbb tavaly ősszel jártak Vietnámban kutatni. Itt helyi vietnámi denevír kutatókkal és francia kutatókkal dolgoztak együtt. A legnagyobb gyűjtést 2017, 22 és 23-ban végezték, tette hozzá Görföl Tamás, biológus, virológus. Vannak bennük vírusok, de nekünk egyébként itt Magyarországon ettől nem kell tartanunk. A trópusi denevérekben vannak olyan vírusok, amik átugorhatnak az emberre, hogyha nem megfelelnek a higiéniai körülmények. Tehát például, hogyha megeszik ezeket a denevéreket, vagy állatpiacokon olyan körülmények között tartják, ahol hogy megfertőződhetnek akár házi állatok, akár az emberek. De denevérekben találhatók ezek a koronavírusok, ebben a régióban, amit most kimutattunk és bizonyítottunk. A kutatási eredmények nem csak tudományos szempontból kiemelkedőek, hanem hosszú távon a társadalmat is szolgálják, mivel hozzájárulnak a jövőbeli járványok megelőzéséhez és hatékony kezeléséhez. Ezeknek a kutatásoknak a jelentőségét Görföl Tamás biológus, virológus a következőkben látja. Ezek viszonylag jelentős kutatási eredmények, mert nagyon sok ilyen vírust egyszerre tudtunk elemezni, és ennek nagyobb a bizonyító ereje, mint a korábbi kutatásoké. Illetve mi néztük azt is, hogy milyen denevérfajokban fordulnak elő, és megtaláltuk az eredeti gazdáit ezeknek a SARS koronavírusoknak. A virológus hangsúlyozta, a magyarországi denevérekben nincsenek olyan vírusok, amelyek ilyen járványt tudnának okozni. Ha redőnytokban elvétve találunk ilyeneket, ne bántsuk őket.